Péter testvérehez Andráshoz megy, Ferenc pápa Törökországba készül. Hulladékgyűjtéssel az élelmiszerpazarlás ellen. Ki kell mondani, hogy a nemi erőszak háborús fegyver. Köszöntöm Önöket, ezek a Bónum hírek. Szerdai általános kihallgatásán Ferenc pápa a hívek imáit kérte, hogy törökországi apostoli utazása a vallásközi párbeszéd elősegítője lehessen. Szitáló esőben a zarándokok éjjelzésével kísérve érkezett meg Ferenc pápa a Szentpétertérre szokásos szerdai általános kihallgatására. Akik már a mennyben vannak, közben járnak és imádkoznak értünk, mondta a pápa. A Szent Atya a kihallgatás végén mondott olasz nyelvű köszöntőjében arra kérte a híveket, imádkozzanak azért, hogy törökországi látogatása a béke gyümölcseit hozza és a vallásközi párbeszédet szolgálja. Keddi rövid strasbourgi látogatása után Ferenc pápát már Törökországban várják. A Szent Atya két várost, Ankarát és Isztambult keresi fel. Ferenc pápa még a héten, november 28-án Törökországba indul. Tudtuk, hogy a pápa tervezte útját Bartolomeosz ökumenikus pátriárkához, viszonozva annak római látogatását, nyilatkozta a török püspöki konferencia elnöke. A pápai út kapcsán Törökország szentszéki nagykövete sajtótájékoztatót tartott. Hangsúlyozta, a szíriai és iraki problémák miatt különösen fontos ez a pápai látogatás. A nemzetközi közösség figyelmét még inkább ráirányítja majd a régió problémáira. Az ENSZ-nek ugyanis konkrét lépéseket kellene tennie a közel-keleti helyzet megoldására, mondta a szentszéki nagykövet. A Strasbourgból hazafele tartó kétórás repülőút során Ferenc pápa szokásához híven válaszolta kíséretében lévő újságíró kérdéseire. Többek között azt a kérdést is felvetették, a terrorizmus és a rabszolgaság fenyegető jelensége jellemzi az iszlám államot, amely fenyegeti a földközi tenger jelentős részét, Rómát és magát a pápa személyét is. Lehet-e párbeszédet folytatni ezekkel a szélsőségekkel, vagy eleve elveszett ügyről van szó? Én soha nem tekintek elveszettnek egyetlen ügyet sem, soha. Talán nem lehet párbeszédet folytatni, de soha ne csukjuk be a kapukat, hangsúlyozta a Szent Atya. Erdő Péter bíboros, az Európai Püspöki Konferenciák tanácsának elnöke, Ferenc pápa hivatalos kíséretének tagja volt a Szent Atya strasbourgi látogatása során. A bíboros a Vatikáni Rádiónak adott interjújában összefoglalta a katolikus egyházfő két felszólalását. Ferenc pápa jelentős üzenete szólt az Európai Unió alapvető értékeiről, amelyek messze menően keresztény értékek, mint a szolidaritás és a szubszidiaritás, elemezte a pápa beszédét Erdő Péter. Fontos, hogy Európa élő kapcsolatban maradjon szellemi, lelki, kulturális gyökereivel. Az Európa Tanácsban mondott beszédében Ferenc pápa, ahogy a bíboros fogalmazott, elméleti magasságokat ostorozott. Emlékeztetett rá, vannak olyan alapvető emberi értékek, amelyeket még a nagy többség sem írhat felül. A pápa megemlítette, hogy az Európa Tanács és az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa partnerként együttműködhet a földrész építésében, mondta rádió interjújában Erdő Péter bíboros. A keddi pápai látogatásról nyilatkozott Hölvényi György, Európa Parlamenti képviselő is, volt egyházügyi államtitkár. Többek között beszámolt arról, hogy Ferenc pápának sikerült mindenkit, hívőket és nem hívőket, a legmélyebben megérintenie szavaival. Erről a jelenlevők hosszantartó tapsa is tanúskodott, amellyel a pápa beszédét jutalmazták. Beszéde biztatás volt, Európának van mire büszkének lennie, tegye meg a feladatát a jelenben is. Ehhez Ferenc pápa felajánlotta a segítségét, az egyház közreműködését is, nyilatkozta az EP képviselő a Vatikáni Rádiónak adott interjújában. Egyiptomban az átmeneti kormány igazságügyi minisztériuma bevonta az országban jelenlevő keresztény egyházakat egy új törvénytervezet kidolgozásába a vallási kisebbségek jogi státuszát illetően, tájékoztat a Fidesz missziós hírügynökség. Az érintetteknek november 26-áig kellett, hogy jelezzék a szövegre vonatkozó észrevételeiket. A kopt ortodox püspök véleménye szerint a törvényvázlat sok problémát megoldhatna.
Az elmúlt napokban egy kopt társulás jogi tanácsadója levelet küldött, amelyben kérte, tegyék lehetővé, hogy a társulat világi képviselői is részt vehessenek az új törvényre vonatkozó megbeszéléseken. Ezzel kapcsolatban elmondjuk, a Bonum TV-nek együttműködési terve van az egyiptomi kopt közösséggel egy katolikus csatorna elindítására vonatkozólag. Az együttműködés eredményeként nagy a valószínűsége annak, hogy a közeljövőben el is indul a csatorna az észak-afrikai országban. Csendben meggyújtani az imádság lángját, erre hív Böjte Csaba testvér, mégpedig egy különleges helyre, a kamaduli remeteségbe. Kárpát-medence tudtommal egyetlen kamaduli remetesége Majkon van. Mondhatnánk, hogy volt, mert sajnos ma csak a szépen felújított épületek állnak, de szállodaként működnek, nyilatkozta a Bonum híreknek Csaba testvér, majd hozzátette. Úgy látom, sok baj azért van az életünkben, mert nincs időnk elcsendesülni, döntéseink előtt elgondolkodni, mérlegelni, Isten akaratát keresni. Én azt hiszem, hogyha ez egy ilyen jelképes dolog lenne, egy remetességet, remeték nélkül beindítva, tehát talán a kárpát-medencei magyarság rádöbbenne arra, hogy nagyon-nagyon fontos az imádság, az elcsendesedés, a befelé fordulás. Csaba testvér adventi gondolatébresztő című előadása november 27-én csütörtökön lesz Majkon. Az iszlámról tartottak beszélgetést a József Ferenczi plébánián november 25-én este. A látogatók megismerhették a Koránt, az arab hitélet szokásrendszerét, és azt is megtudhatták, miért született meg az iszlám állam dzsihadista terrorszervezet. Nagyon meg kell gondolni, ha valaki át akar térni az iszlám hitre. Erről is szó volt a Mihelsz Antal atya szervezte arab hitéletet vizsgáló beszélgetésen, ahol Kemenes Tamás, a Képmás című folyóirat újságírója kérdezte Kis Zsuzsanna koránfordítót, aki maga is áttért az iszlám hitre. Erről a szentírásról Kis Zsuzsanna azt hangsúlyozta, ez az egyetlen dokumentum a világon, amely öröktől fogva létezik és változatlanul arab nyelven olvasható. A hívek napi szokásait meghatározott ritmushoz köti a dokumentum, ilyen például az öt imádság annak kötött szövegével. A fordító kérdésre válaszolva a szent háború kapcsán egyebek között arról is beszélt, hogy a világon sohasem volt és nem is lesz háborúskodás nélküli időszak. Hozzátette, az Európára is veszélyt jelentő iszlám állam nevű terrorszervezet a közhiedelemmel ellentétben teljesen független az iszlámtól. A beszélgetést megtekinthetik a Bonum TV műsorán. Adventi előkészületek folynak a Józsefvárosban. Aki decemberben ellátogat a kerület új főterére, a megújult Horváth Mihály térre, és egyben a Palota negyedbe, egy multidéző karácsonyi hangulatnak és barangolásnak lehet részese. November 29-e és december 22-e között mesemondók, muzsikusok, zenekorok, kántálók lépnek fel majd a felújított téren álló pódiumra. Lesz kézműves és gasztronómiai vásár. A Párbeszédháza dísztermében adventi vasárnapokon koncerteket hallgathatnak az ellátogatók, olyan jeles előadókkal, mint Sebestyén Márta, a Misztrál Együttes vagy a Makám. Az egy hónapos rendezvény sorozattal Budapest rangos, kiemelkedő rendezvényeit szeretnék gazdagítani, az aranykor ünnepi hangulatát, pezsgő, hagyományos, urbánus és paraszti tradícióit felidézve. November utolsó hete egész Európában a hulladék csökkentésről szól. Az élelmiszer és étel hulladék keletkezésének megelőzésére és az élelmiszer pazarlás megfékezésére hívja fel a figyelmet a Földművelődésügyi Minisztérium is. A rendezvény évről évre egyre népszerűbb Magyarországon. Idén mintegy 140 akciót regisztráltak, összesen több mint 100 000-en vettek részt ezekben a kezdeményezésekben országszerte, jelentette ki a környezetügyért felelős államtitkár a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskolában tartott rendhagyó tanórán. A múlt héten a Táplálkozási Világkonferencia ülésének résztvevőihez intézett beszédében Ferenc pápa is II. János Pál szavaira emlékeztetve a bőség paradoxonára figyelmeztetett. Élelem van mindenki számára, de nem mindenki kap enni eleget. Az egyre növekvő önzés helyett szolidaritást kell vállalnunk a gyöngékkel, hangsúlyozta a pápa.
Törvényi kötelezettség lesz az elítéltek munkavégzése, nyilatkozta Lajtár József vezérnőnagy a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokságának gazdasági és informatikai helyettese a Magyar Nemzetnek. Kifejtette, évtizedek óta jogos társadalmi igény, hogy az elítéltek a munkájukkal járuljanak hozzá fogvatartásuk költségeihez, így 2015. januárjától már törvényi kötelezettség lesz a büntetés végrehajtási intézetekben az elítéltek számára a munkavégzés. A börtönökben működő mezőgazdasági és ipari termeléssel foglalkozó társaságok tavaly 14 milliárd forint értéket állítottak elő. Kedden világszerte megemlékeztek a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapjáról. A nemzetközi közösségnek meg kell húznia a határt, és ki kell mondani, hogy a nemi erőszak háborús fegyver, mondta a kongói nőgyógyász, aki szerdán vette át Strasbourgban az EP emberi jogi díját, a Szaharov díjat. A kongói nőgyógyász a nemi erőszak áldozataival foglalkozik hazájában. Úgy tűnik, hogy az Európai Parlament megértette, hogy milyen súlyos helyzetben vannak a nők a háborús térségekben. Reméljük, mondta a díjazott, hogy sikerül megakadályozni, hogy a nemi erőszakot háborús fegyverként, olykor pedig egyenesen háborús stratégiaként alkalmazzák. Nem minden arany, ami fénylik, tartja a mondás, ugyanakkor sokszor a fordítottja is igaz. Az ember sokszor mégis hajlamos a külső alapján ítélni. Ma egy figyelemfelkeltő videóval zárjuk a bónumhíreket. A képsoron látható veterán amerikai katona hajléktalanként élt, alkoholizmussal küzdött. Aztán jelentkezett egy rehabilitációs programba. Elgondolkodtató a videó, amely a külső átalakulását rögzítette. A férfi végül biztos lakhatáshoz jutott, és az anonim alkoholisták gyűléseire is eljár. Felhívásunk még mindig él, akik szívesen csatlakoznának a Bónum Hírek csapatához. Jelentkezzenek önkéntes szolgálattevőnek a közönségszolgálat@bonumtv.hu e-mail címen, vagy pedig közönségszolgálatunk telefonszámán. Tartsanak velünk továbbra is, 8 órakor kapcsoljuk a Szikla templomot, ahonnan élő szentmise közvetítést láthatnak, és tudják, minden óra 45-kor jönnek a bónum hírek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!